2010-ben Kecskeméten kezdtük meg a találkozó szervezését közösen a driftversennyel. 2012-ben már itt Mária Pocson rendeztük meg magát a versenyt, először kicsiben kezdtük, de mivel évről évre nagyobb lett az érdeklődés, a tavalyi júliusi eseményre már fellépőket is hívtunk. Magát a kiállítást úgy állítottuk össze, hogy nem egy kimondottan zsűri fog szavazni az autóknak a szépségéről és a típusairól, hanem a kilátogatók egy zsetont kapnak a belépőjegyek mellé, amivel az autóknak a gazdáinál tudják leadni szavazatokat, így igazából a nézők fogják meghatározni, hogy melyik autó volt a legszebb az adott kategórián belül. A kategóriákban lesznek izomautók, oldtimerek, versenygépek, mindenféle fajta retro autó, azt egyetlen egy szabály van, hogy 20 évnél öregebbnek kell lenni az autónak, ami a kiállítási területen megjelenik. Napközben a gyerekesek jönnek, mivel nagyon sok látnivaló van magán a rendezvényen, viszont estére kicserélődik a tömeg maga, a 20 és 30-as éveikben járó bulizós csapatok jönnek, és természetesen nekünk felnőtt programokkal is készülünk. Magára a kiállításra évről évre egyre többen jelentkeznek, ez természetesen egyre több embert vonz magával. Az elején csak ladások jelentkeztek és ladások jöttek, viszont ahogy a parkolóban láttuk, hogy egyre több más típusú öregebb autó is megjelenik, ezért nyitottuk ki magát a rendezvényt a retro autók irányában. Maga a terület egy 40 ezer négyzetméteres zöld terület, ligetekkel, fás területekkel, és a közepén pedig egy versenypálya van. A kiállítói területen magán szombaton a 20 évnél öregebb autóké a főszerep, míg a vasárnapi napon kimondottan a ladáké lesz a főszerep. A Retro Drift Fest keretén belül külföldi és magyarországi 20 évnél öregebb autók fognak felsorakozni. Lesz köztük klasszikus autó, sportautó, izomgépek, erőgépek, lesznek offroad autók, és természetesen itt lesznek a szocialista idők műremekei, és ezen kívül oldtimerek lesznek még. In the coop.
szombati napom. Délelőttől délutánig ladautók mennek időről időre, tehát körverseny formájában mérik össze tudásukat. Délután 4-től átveszik a szerepet a Magyar Profi Drift Bajnokságnak a félprofi, profi és profi versenyzői, akik egészen sötétedésig versenyeznek majd. Ezt követően a színpadon felép majd a Bestiák, aki egy élő retro koncertet fog előadni, és utána pedig felnőtt programok következnek egészen hajnalig. A vasárnapi napon a délelőtt folyamán ismételten drift edzések lesznek folyamatban, majd pedig egy Lada Gála, Magyarország legprofibb 24 ladása cúzó edzéssel, azaz páros drift csatákban méri össze a tudását, és felvonultatunk 200 ladát egy konvojban. A délután pedig a Magyar Profi Drift Bajnokság futamaival zárul, itt a profi autók és a félprofi autók páros csatákban mérik össze a tudásokat magán a versenypályán. Találkozunk július 14-15-én Mária Pócson a Rabócsiringen.